Tovább küzdenek Peru fővárosában a tengerpart megtisztításáért, miután a tongai vulkánkitörés miatti szökőár felborított egy olajszállító hajót és több ezer hordónyi üzemanyag ömlött a tengerben. Az emberek a hajuk levágásával is segítik a kármentést, az összegyűjtött hajcsomók ugyanis fel tudják szívni az olajat. Hajvágásra állnak sorban az emberek Peru fővárosában. A cél azonban most nem az, hogy divatos frizurák készüljenek, hanem az összegyűjtött hajcsomók segítségével megtisztítsák a tengert a kiömlött olajtól. Az olajszennyezés nagyon szomorú, a peruiak pedig mind összefogtak, hogy segítsenek. Jó látni, hogy ennyien jöttek ide hajat adományozni, mi így támogatjuk a takarítást, mondta egy fiatal nő, aki szintén levágatta a haját a nemes cél érdekében. Kutatások igazolják, hogy az emberi haj és a kutyák szőre igen hatásosan tudja felszívni az olajat, és a módszert már többször is használták a tenger megtisztítására. A hajcsomókat nagy kolbászokra hasonlító szerkezetekbe gyűjtik össze, és így függesztik ki a szennyezett részeken. Az olajszennyezést egy másik természeti katasztrófa idézte elő. Több mint egy héttel ezelőtt a csendes-óceáni Tonga közelében tört ki egy víz alatti vulkán, amit hatalmas szökőár követett. A cunami elérte a perui főváros partjait is, ahol egy hajó épp a helyi olajfinomítóba rakotta ki a szállítmányát. A magas hullámok miatt a hajó felborult, és mintegy 6000 hordónyi üzemanyag került a vízbe. Peru elnöke az élővilágban keletkezett károk miatt környezeti vészhelyzetet hirdetett. Egy kritikus ponthoz értünk el. A napokkal ezelőtti olajkiömlés által leginkább érintett térségben vagyunk. Ez az elmúlt időszak legaggasztóbb ökológiai katasztrófája, jelentette ki az elnök. A helyiek nem csupán az olaj feltakarításában, de a sérült állatok megmentésében is igyekeznek segíteni. Az olajszennyezés ráadásul az emberek egészségére is káros lehet, így a helyieket felszólították, hogy kerüljék el az érintett partszakaszokat. Emellett egészségügyi sátrakat is felállítottak a környéken, hogy segítséget nyújthassanak a betegeknek. Ez az ökológiai katasztrófa nem csak az állatok, de az emberek egészségét is érinti. Többen fejfájásról, szemszúrásról és rekedtségről panaszkodnak. Az egészségügyi minisztérium dolgozói igyekeznek tájékoztatni a helyieket, hogy maradjanak távol a partoktól és kérjenek segítséget, ha ezeket a tüneteket észlelik magukon, nyilatkozta az egészségügyi minisztérium munkatársa. Peru környezetvédelmi minisztere szerint ez nem csupán környezeti és humanitárius katasztrófa, de gazdasági is. A szennyezés ugyanis komolyan érint több gazdasági ágazatot, például a halászatot. Én a tengerből élek. Az olajszennyezés mértéke hatalmas. A 12 emberemmel együtt már napok óta nem tudunk dolgozni. Először a pandémia, most meg az olaj. Nem tudom, mit tehetnék, panaszolta egy helyi halász. A hatóságok becslése szerint Lima partjainál csaknem 180 hektárnyi, míg a tengerben legalább 720 hektárnyi terület szennyeződött. Egyelőre nem tudni, mikorra tudják teljesen megtisztítani a térséget.